Üdvözlök mindenkit! December elején kaptam készhez a Valframe oda rendelt sapkákat és sálat. Hát nagyon régen vágytam erre, mert nagyon szeretem ezt a játékot, és így hát elég nehézkesen, de végül megérkezett hozzám, úgyhogy meg is mutatom nektek, ez a Navy Blue nevű Valframe sapi. Kötött sapka, meleg sapka, hogy nektek tetszik. Itt van benne a Valframe-ja. És akkor így ennyi. Nagyon jó kis sapi. Vannak különböző méretek is. Meg más színű is. Lehet rendelni. Akkor majd egy baseball sapkám is. A jel belevarva szépen. És kék. És akkor egy pillanat, és itt még a hátulján a sapinak, hogy Valframe. Aha, nagyon komoly. Na most, a legkomolyabb szerintem a sál, a legigényesebb, úgy gondolom. Minden kezdem, két fele van a sálnak. Így is mutatom, de majd képeket is rakom a videó végére, és akkor jobban lehet látni az egészet. A sál egy gondom van, csak ez a vége. De minden sárnál gondom előfordulhat. Érzik el a cipzőben a csípje. Úgyhogy máskor nincs vele, nagyon igényes. Végig van varva a Valframe jellel. Hát ez valami fantasztikus szerintem. Ez értem meg igazából a legjobban. Persze mindegyik, mert aki a Valframe-et szereti, az ezt fogja értékelni ezt a videót. No. Folytunk ilyet a sálocska. Hoppá, nem lesz egyszerű, mert azért hosszú, és jól melegíti a nyakat. Ja. Nem majd végig fotózgattam. Majd jobban lehet majd látni a videó végén is. Na, ez a fehér oldala. És végig Valframe, mint még jobban is látszik. Hopp. És akkor itt van a Valframe-ja a végén. Szép. Végig megyek nektek. És akkor így ennyi, és itt a végén is. Itt a Valframe-ja. Úgyhogy ezt a három dolgot rendeltem, amit tudni kell a Valframe oldalról rendelésnél, hogy Magyarországon rendeled, akkor kell fizetni egyszer egy ilyen shipping adót. Nem tudom miért, igazából ez külföldi adószerűség, hajózási adónak tudom fordítani. És utána, amikor Magyarországon érkezik, akkor bizonyos ár fölött ugye kell vámon fizetni, mert ugye áfát is bizonyos ugye ár fölött. Az a vicces, hogy igazából szerintem többet fizetsz Magyarországon érte, mint külföldön szerintem. Csak az a különbség, hogy Amerikában Magyarországra rövidebb idő alatt ér el hozzád, mint a magyarországi ponttól a házadig. Szóval így egy héten belül átküldték Magyarországra, mert követtem ezt a UPS-nek a vonalát, hogy mit csinál éppen a csomaggal. És a csomagon Magyarországon hát több mint két hetet ültek rajta, és akkor semmi értesítés nélkül, hát csak bedobja a postás, hogy itt a csomag. És akkor kaptam az egy kis levelet, mit tudom én, hogy ami a hadseregben, nem tudom, a faszom átellenőrizte, vagy nem veszélyes a dolog, szóval, hogy ráadásul be se volt a külön csomagó a fóliával. Egy-két ilyen kis zacskó volt benne, hogy mit a ne sérüljön, de nem tudom, most Amerikában nem csomagolták be, vagy hogy szedték szét, nálunk nem volt a becsomagolva. Nincs semmi baj, nem csak azzal gond, csak ezért így bele volt a doba dobozba, és akkor így kivettem, és akkor mondom, csak nincs semmi bajuk.
És szerencsére nincsen. Úgyhogy be kell kötni a gatyázt, hogy itt van egy bizonyos ára, amit rendelsz, arra rá kell még számolni pénzt, nem keveset, plusz időt, míg megérkezik hozzád. Ez bonyolultnak hangzik, de most egy évben egyszer azért, ha itt összeheted a játékot, akkor szerintem érdemes egy kis relikviával megajándékozod magad. Úgyhogy szerintem minden külföldi ilyen csomagvásárlásra vannak bonyolalmak. Én most először rendeltem így, hogy én rendeltem, szóval én intéztem. Nem volt egyszerű, de szerencsére megvannak, úgyhogy én nagyon örülök neki. Hogy honnan rendeltem, meg mik pontosan ezek a termékek, azt a leírásban majd le fogom írni. Meg ugye a videóban említettem, hogy rakok még oda még képeket. Úgyhogy ennyi. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Hello, stock.